A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén ismét megrendezték a kezdődobás programot Tolnán. Ezúttal 36 csapat vett részt az eseményen. Ugyanúgy, mint korábban az U8 és az U9-es korosztály részére biztosítunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit a mozgást, a kézilabda alapjait elsajátítsák. Ehhez egy külön animátor van most jelen itt velünk, aki különböző feladatokat próbál elvégeztetni a gyerekekkel és megszeretetni ezáltal is a kézilabdát velük. Illetve három pályán folyamatosan zajlanak a mérkőzések. Jelen pillanatban Fejér és Solna megyei csapatok mérik össze a tudásukat. Nagyon fontos elmondani, hogy itt a játék a lényeg. Nem eredményorientált ez a rendezvény. Itt azt szeretnénk, hogy minél több gyermek megszeresse a sportot, megszeresse a kézilabdát, és a sportnál is maradjon. Úgyhogy most első körben ez a fő feladatunk, hogy ezt végezzük, ezt a célt. Háromszor rendezünk fordulót, ősszel és tavasszal, és körmérkőzéseket játszanak ezek a csapatok, fiúk is, lányok is. Ez a korosztályban még nem a legfőbb szempont a versenyeztetés, hanem az, hogy megismerjék ezt a közeget, hogy megismerjék ők is, a szülők is, és próbáljanak utána a sportnál maradni, mert ez egy nagyon jó szabadidős tevékenység, kikapcsolt. Ahogy látjátok, a nézőtér állandóan tele van, tehát szülőke, családoknak nagyon jó közösségi program emellett, hogy a gyerekek sportolnak is egész nap. A program célja egyébként nem csak a sport, de a játékvezetés népszerűsítése is, ugyanis a mérkőzéseket nem képzett, vizsgázott bírók, hanem a kézilabdában valamelyest jártas vagy különböző csapatok fiatal játékosai vezetik. Szerencsénkre azt tudjuk mondani, hogy egyre népszerűbb. Büszkék vagyunk arra is, hogy Tolna megyéből a csapatok nagy része képviseltetni tudja magát, fiú és lány korosztályban is, és fiú és lány szinten is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt egy ilyen kis mélypontja ennek az utánpótlás bázis építésnek, de most új lendületet kapott, és ez a program is, meg ez a rendezvény is egy célt szolgálja, hogy egy új impulzus érje az egyesületeket, az iskolákat, mert ugye itt iskolák is nevezhetnek, nagyon fontos, és hogy ezáltal népszerűbb maradjon a kézilabda ebben a körben. A csapatok azok Tolna és Fejér megye kifejezetten, úgyis olyan nagyszámú jelentkezés történt, hogy így is 39 csapatot tudtunk befogadni. Jelen pillanatban 4 csapat nem tudott eljönni betegségre való hivatkozással, úgyhogy de ettől függetlenül ez a szám, azért ez a közel 40 fő, vagy a 40 csapat, azt mondom, hogy ezt a 3 fordulót végigvitte. Az első fordulót is Tolnán rendeztük meg, és tényleg maga a helyszín és a csarnok adottsága is lehetővé teszik azt, hogy itt tényleg minden elvárásnak és kiírásnak megfeleljünk, és a csapatok pozitív visszajelzése is után úgy gondoltuk, hogy akkor a második fordulót is még Tolna biztosítja, úgyhogy de ehhez meg a Tolna KC partner volt, és a város is, úgyhogy köszönjük ezúton nekik is. Nagyon örülünk, hogy a szövetség engedélyezte másodszorra is már az idén, hogy itt rendezzék meg Tolnán ezt az U8-U9-es utánpótlás kézilabda fesztivál jellegű rendezvényt. Nagyon sok csapat jön el, és ez egy jó kis hétvégi program a családoknak. Lehet látni, hogy rengetegen vannak. Nagyon örülünk, hogy Tolnán is a kisebbek körében egyre népszerűbb lesz a kézilabda, és hát ezen dolgozunk, hogy minél többen jöjjenek és mozogjanak. Ez egy a Kézilabda Szövetség megyei szervezetének a rendezvénye, de hát jó magam meg a Tolna Kézilabda Klub rengeteget segít. Itt a pályákat tegnap egész délután itt dolgoztunk, ugye át kellett rendeznünk a csarnokot, a pályákat fel kellett ragasztani,
össze kellett készíteni a kapukat, ugye, mert ennyi kapu nincs rendelkezésünkre, és hát egy olyan egy jó délutáni elfoglaltság, de megéri a fáradtságot, mert hát látni, hogy mennyi öröm van benne ebben az egészben. Három pályán megy a játék, és az egyik, a pálya többi részén meg ilyen különböző feladatokba ügyeskedhetnek a gyerekek. Így akkor legalább nem az van, hogy a két meccs között két-három mérkőzést ülni kell, meg nem tudom mit csinálja, hanem jöhetnek, kipróbálhatják magukat a különböző feladatokban. Az U8-9-nél én úgy érzem, hogy egészen jól, nagyon sok óvodásunk is van, ami nagyon örvendetes, és hát azon dolgozunk, hogy minél többen jöjjenek, és hogyha azért elhangzik ez, akkor szeretnénk, hogyha eljönnének, megnéznék az edzéseinket, és beállnának a gyerekek. 3 éves kortól tulajdonképpen bárki jöhet. Ugye az a 3-tól 6 évig nem kézilabda van, hanem a mozgás és az, hogy a labdával milyen összhangban lesz a gyerek később.